Tavaly újult meg az óvodaudvar a Sióagárdon, a mászókákat és a kültéri játékokat, valamint a gumis padlózatot a Magyar Falu programnak köszönhetően szerezte be az önkormányzat. Egy pár éve itt már volt egy első ütemes korszerűsítés, akkor kimaradt egy-két udvari játék, és teljesen jól jött, hogy a Magyar Falunak egyik programjába pont az óvodai udvari játékok fejlesztése volt benn, így ugye meg tudott újulni a kicsit elavult régi játékok, és így teljesen új EU szabványos játékokkal tudtuk lecserélni azt az óvodaudvarba. Idén újra pályázott Sióagárda a Magyar Falu programban, most belterületi útszakasz felújítása, egy új köztéri játszótér kialakítása és új falubusz is szerepel a tervek között, de a helyi művelődés szervező bérének egy éves támogatására is nyújtottak be pályázatot. Ezek olyan programok, például az, hogy ugye a közösségi térfejlesztést a polgármester hivataltól elkezdve a falubusz cseréig, nagyon sokféle lehetőséget kínál, és ugye a kisebb településeknek ez egy nagy lehetőség arra, hogy egy kicsit színvonalasabbá tehessék a napi életet. A Magyar Falu program tavalyi pályázatainak köszönhetően Tolna megye 101 településére összesen több mint 2 milliárd forint érkezett, idén országosan 7 milliárd forint áll rendelkezésre.